van az, amit valószínűleg, hogy nem ugyanúgy értelmezzük. Én a kettős társadalom szerkezettel, ugye a recepciót azt egy mankónak, jónak tartom természetesen, hogy az erdei féle felfogásban is, de igazából nem tartom teljes mértékben igazolhatónak, hiszen, és épp ezért hangsúlyoztam azt, hogy a úri és művelt középosztályon belül elfoglalt helyzetben, hogy ki van felül presztízs viszonyban, presztízs hierarchiában, ki lent, tehát ki egyfajta belső marginális helyzetben. Ugye nagy különbségek vannak mondjuk a köztisztviselők, a felső köztisztviselők, a diplomás értelmiségiek egy jelentős része, főleg ugye közszolgálatban dolgozók része, és mondjuk a magán kis tisztviselők között, de egy dologban azért nagyjából mindenki egyetért, hogy kívülre a társadalom más csoportjai felé mindenki tartja az új emberséget és ezt a művelt középosztályi szerepet, amit részben megörökölt, részben pedig maga is, akár a lojalitásával, a domináns kultúra, az állam iránti lojalitásával, vagy éppen az adott kurzus iránti lojalitásával erősít meg, és az is, hogy vállalja, felvállalja a társadalmi szerepeket, küldetéstudattal mindennel együtt, többé vagy kevésbé, nyilván itt is vannak lényeges differenciák. Én azt gondolom, hogy pontosan az úri középosztályosodás, úri és művelt középosztályosodás a fő jellemzője a magyar értelmiség kialakulásának és dualizmusbeli fejlődésének. A polgári értelmiség egy ezen belüli csoport, egy nagyjából differenciáltan tekintető, önmagát is annak tekintető, de mégiscsak belső csoport, a párbajképesség és sok minden más, úgy lazán körülhatárolja ezeket, ezt nagyon jól ismerjük mind a ketten. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy Gramsci-nak ugye a kategóriája a szerves értelmiségről annyiban jól használható itt, hogy itt nem egyik vagy másik osztálynak, nem a volt történelmi osztályoknak az értelmiség, vagy úri középosztályává válik ez a magyar értelmiség, hanem egy olyan szuperstruktúrának, ami részben kötődik a birodalom, a magyar birodalomhoz, a magyar királysághoz, a Szent Korona országainak, a államiságához, szuverenitás tudatához, a magyar nemzeteszméhez, a magyar kultúra dominanciájához, de kötődik a piacosodáshoz, a modernizációhoz, az érdekeltséghez, a dualizmus, tehát a folyamatok, a gazdasági folyamatok sikeréhez is. És az együttműködéshez is, ami kialakul a polgári osztályok, mondjuk a nagypolgárság és az arisztokrácia között. Tehát gyakorlatilag ezek nem megbontják ezt a gentrifikációt, hanem épp ellenkezőleg szépen besimulnak ebbe a folyamatba. És azt gondolom, hogy beszélhetünk itt mindenkiről, hogy van polgári rész, főleg a piachoz kötődő rész, meg beszélhetünk arról, hogy van főleg ugye a tradicionális, főleg a birtokviszonyokhoz kapcsolódó, az igazgatáshoz kapcsolódó történelmi társadalom szerkezet. Egészében ennek is van egyfajta bomlása, integráció felé elmozdulása, de ennek a elmozdulásnak az egyik legjelentősebb eleme pontosan egy ilyen sajátos szuperstruktúrahoz, egy ilyen feltételezhető szuperstruktúrához igazodó, ahhoz lojális, ahhoz annak a szerves értelmiségeként létrejövő és manifestálódó úri és művelt középosztály, amely kultúrájában, tudatában magyar, de hát van egyfajta birodalmi lojalitás, miközben ugye nagyon sokszor a közjogi ellenzékieskedés is érdeke. Érdekelt abban, hogy bizonyos pozíciók ne vesszenek el, lásd az agrárius mozgalmat, másik oldalon, hát nagy létszámban érdekelt abban is, vagy nagy részt abban is érdekelt, hogy maga az iparosodás, a gazdasági modernizáció, a magyar gazdasági versenyképessége, az növekedjen sikeres. Tehát én azt gondolom, hogy miközben
valóban a piac és a tradicionális gazdasági ágazatok, a történelmi osztályok mellett létrehoz egy olyan a polgári viszonyokat, jó részt polgári viszonyokat mutató társadalmi szerkezetet is. Gyakorlatilag az integrációnak és a fejlődésnek része, sajátos része ez az úri és művelt középosztályosodás, amelyik belülről tagolt, lehet polgári, polgáriasultabb, meg polgári szakértelmiséget és egyéb szempontok szerint elkülöníteni csoportokat, de egész évben ez egy viszonylag jól körülhatárolt és önmagában mentálisan homogén tekintő osztály vagy csoport, szociológiai rend, úgy tetszik. Igen, úgy láttam egyébként, hogy Dalma, mintha mondani akart volna valami, de közben elhagyta, vagy legalábbis kicsit eltávolodott a fedélzetről. Azért, hogy mondjam, ez az organikus, meg igen, visszaért, akkor mégsem mondom. Nem akartál mondani? Nem. Jó. Nem, véletlen volt ez a... Most a metakommunikáció, jó. Oké. Itt azért ezzel az organikussággal, hát nem tudom, tehát szerintem ennek a növekedésnek a lényege, az épp a, szerintem a növekedés lényege, az épp az elmozduló osztályokból való töltekezés. Mondok egy apró példát, amivel mondjuk egy versengő hipotézis, amivel ezt mondjuk ellenőrizni lehetett, hogy megnéztem egyszer, hogy a szláv névjellegű jogi hallgatóknak, a jogász hallgatóknak a regionális háttere milyen. Ugye? Mert hogy lehetne egy olyan feltevés, ugye, hogy nem tudom én, nagy nemzetiségi területek ilyen-olyan szláv csoportjai jelentik a növekedés forrását. Aztán nem. Kérlek szépen, a szláv névjellegű hallgatóknak a radikális növekedése ugye a legnagyobb értelmiségi csoportban, ugye a jogászok között, az alapvetően Budapestről van. Ezt konkrétan megnéztem. Tehát valószínűleg ez az egész történet egy olyan kétlépcsős történet, hogy először mit tudom én, alapvetően nyilván a felvidékről a szlovák tömegek, paraszti vagy más tömegek Budapestre áramlanak, aztán meg a gyerekükből második lépcsőbe jogászt csinálnak. Tehát én nem gondolnám azt, hogy ez, tehát itt nekem ezzel az organikus értelmiséggel nekem az a bajom, hogy szerintem ennek a magyar értelmiség, tehát az egész mozgásnak a mintha a domináns lényege az lenne, hogy tehát hogy az elszakadók, tehát azok, akik mindenféle értelemben elszakadnak a történelmi kibocsátó közegükből, azok lesznek az új értelmiség. Tehát azok, akik zsidók közül megszabadulnak szintén két lépcsőben, tehát először kispolgáriasodással, aztán értelmiségi válással, az ortodoxiától, a szlovákok közül azok, akik megszabadulnak tehát magától a szlovákságtól, ez teljesen nyilvánvalóan megszabadulnak a ilyen értelemben hátrányos helyzettől. Tehát minthogyha ez a történet éppen tehát az értelmiség arányának a növekedése az alapvetően a mondjuk így, hogy nem organikus, tehát nem a
nem történelmileg beágyazott értelmiségi csoportok arányának növekedését, hanem az új értelmiségnek a növekedését jelenteni. Nekem van egy nagyon határozott ilyen benyomásom. Bizonyos dolgokban teljesen egyetértünk, Péter. Tehát én egyrészt makroszerkezeti elemzéseknek a nagyon változatos sajátosságait fogalmaztam meg. Már tehát ebbe belemegyünk, akkor nagyon finom dolgokat is megnézhetünk, tehát olyan differenciálódás kell figyelembe venni, mint a több lépcsős mobilitásnál az, hogy például a olyan kisegzisztenciáknak, mint a házmesterek, meg altisztek, azok milyen szerepet játszanak abban, hogy a gyerekeik azok már bejutnak az értelmiségbe, és ők maguk is milyen iskolázottságokat késik tovább, és ennek az etnikai és a felekezeti vetülete is rendkívül érdekes problémákat vett fel, és de én az organikus értelmiséget azt más értelemben mondtam, abban az értelemben, hogy nincs olyan, ha feltételeznénk, hogy van kettős társadalom szerkezet, és csak az van, az a bomlásnak, illetve a tradicionális és az újabb piacinak a következmény, és együtt él egymás mellett, tehát egy viszonylag egyszerű magyaráznak tartom, vagy leegyszerűsítőnek, de már akkor is, ugye kihez lojális, kihez igazodik az értelmiség mentalitásban, értékrendben, ideológiában, felelősségében, messianisztikus tudatában, küldetés tudatában kihez igazodik az értelmiség, ugye akkor azt erre fel lehet mondani, hogy nem a nagy polgársághoz, nem is a történelmi osztályokhoz, mondjuk az arisztokráciához, annak a organikus értelmiségé válik, nem is valamiféle új polgári társadalomnak az értelmiségé válik, hanem van egy olyan szuper struktúra, ami több tényezőből áll össze, és aminek része a nemzettudat, a nemzetállamiság, az ahhoz való lojalitás, de a piaci siker és a szakszerűségben való egyre nagyobb érdekeltség, és több olyan elem, tehát gyakorlatilag nem az organikusság, az nem azt jelenti, hogy most a munkásságnak az elitje leszek, és úgy értelmiségi, mint ahogy van ilyen is egyébként, hát gondoljuk meg, hogy a szociáldemokrácia Magyarországon olyan értelmiségekből, olyan intellektuálekből áll össze, akik a munkásosztálynak vagy a munkásságnak a törekvéseit próbálják konceptualizálni és képviselni, és így tovább. Tehát van ilyen is belül, de egészében, ugye, ami ez az úri és művelt középosztály, az értelmiség irányul, kivéve ugye a már iránypártó nemzetiségi értelmiségieket, az viszonylag homogén, mint töretlen a 20. század elején, majd utána a két háború között ugye jönnek a törések, mert sok minden megváltozik, a fejlődés feltételrendszere is megváltozik. Én azt gondolom, hogy amilyen irányban ugye megyünk mind a ketten, rendkívül izgalmas, és hát egy csomó felbontható és megválaszolandó kérdést dobnak újra és fel, mivel mi ketten, vagy akár máskor is hasonló alkalmakat folytatni tudjuk, azt gondolom, hogy adjuk meg a lehetőséget a többieknek, hogy esetleg kiszálljanak. Igen. Igen. Na most én úgy látom, hogy technikai értelemben a többiek az jelen pillanatban Karádi Viktorra szűkült, mert a Dalma az előbb kiírta, hogy... Igen, erre reagáltam én is. Igen, hogy megköszönje. Azt kell vetni a zenének. Igen. Na most, továbbra is az a kérdésem, hogy valahogy Viktor vágynál-e valamit mondani, mert ha vágynál, akkor akárhogy is egy telefonnal mégiscsak be tudnálak valahogy kapcsolni, tehát ha vágynál, akkor esetleg csönges rám a mobilomom. Igen, már most láttam egy hívásod, hogy visszahívlak most éppen. Igen, egy pillanatra, de csak fél pillanatra elmegyek, jó? Szervusz! Megpróbálok valahogy bevezetni a dologba. Most beszéljél?
Beszélsz, Viktor? Halló? Hát ez nem túl sok siker. Viktor, megpróbálok fölhívni még egyszer mobilon, és utána oda teszem a mobilt a hangszoróhoz, jó? Hát ez nem jön át, nem jön át sajnos. Nem, várj, megpróbálom kihangosítani ezt a telefont. Megpróbálom kihangosítani a telefont. Biztos, hogy nincs ott hangszóró, vagy mikrofon a gépeden? Jó, egy perc türelmet. Elnézést, újra itt vagyok. Egy pillanat, most próbáljuk megoldani, hogy megpróbálom megoldani azt, hogy a mobiltelefonomon megpróbálom kihangosítani a Viktort, és akkor behallatszik ebbe a egy másodperc, jó? Egy másodperc. Na jó, most valami végképp érthetetlen dolog történt, mert most mással beszél a Viktor, amit nem nagyon értek. Vagy hívott téged, és azért foglalt, igen. Most ne hívjon, mert most én hívom őt. Most sincs kihangosítva, nem, most sincs. Akkor, hogy mondjam, akkor sajnos most Karádi Viktor hozzászólásáról sajnos le kell mondanunk. Hát javasolhatom azt, hogy hogyha pár napon belül megoldódik Viktor mikrofonja, akkor ezt hozzátesszük a felvételhez. Akkor igen. Így van, akkor ezt újra megoldjuk, és akkor én az ő hozzászólását azt rendkívül fontosnak tartom. Igen. Hát kedves barátaim, nagyon-nagyon szépen köszönöm János előadását. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos hozzájárulás, és egy nagyon fontos dokumentum. Köszönöm szépen, és hát minden jót kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen. Bontunk.